Szép napot, Önök a Zenevona című műsort látják, most már tudják, rendszeresen hetente jelentkezünk, és általában mindig elmondom, de hát minden gyereknek minden vicc új, hogyha elsőként látják ezt a műsort, hogy három lába vagy, néha már négy lába is van ennek a műsornak. Az egyik ugye a gyökerekből táplálkozik, a régi zenekarokat, akik annak idén 30-40, ne adj Isten, 50 évvel ezelőtt alapították meg saját magukat, és talán még a mai napig is játszanak. Utána a középkorosztályt célozzuk meg, talán ide sorolhatom az Integrál együttest, bár ők lehet, hogy kikérik maguknak, hogy ők már azért egy csöppet öregebbek. Utána jönnek a feltörekvő ifjú zenekarok, tehetségek, na meg országos hírű sztárokat is szoktunk hívni ebbe a műsorba. A mai műsorunkat könnyű beazonosítani, mert néha gondba vagyok, mert hogy belenézek a kis jegyzetemben, 56 évvel ezelőtt alakultak. Turkevén a nevük Rezisztán együttes. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. No, az alapítóból csak egyetlen úriember van itt, ő Eftóth István. Rokonság, nem olyan kell messzire menni. Eftóth Lajos, illetve Csaplár Béla itt a szélen. Ő úgy gondolom így rálátásból, kinézetből, hogy azért az alapításnál nem volt ott. Akkor még éppen nem. Gondolatban sem talán, de ezt majd megbeszéljük. Szóval akkor István, én nem gondoltam, hallod, 56, és próbáltam belülni a korodat, hogy akkor mikor is alakulhatott ez a zenekar, hány éves lehettél akkor, el se hittem. Hát igen, hál' Istennek az időfoga nagyon nem látszik. A zene az fiatal? Biztos vagyok benne, hogy igen. Uh-huh. A zene szeretete, meg egyáltalán abban a közegben szinte minden hétvégén dolgoztunk, meg dolgozunk valamilyen formában, formátumban. Jó, hogy mondjátok, hogy dolgoztok, dolgozunk. Igen. Tehát a mai napig hát nyilván már megfiatalítva a csapatot, de játsszátok még azokat a régi számokat? Vannak a rendezvények, más meg más stílusba is átmentünk, de itt majd a beszélgetés folyamán biztos... Van időből, kifejtünk. Szoktuk játszani, igen. Tehát a régi repertoárban, tehát azok a régi Beatles számok, a régi külföldi számok, mert nyilván akkor az volt a divat, hogy mindenki külföldi számot zenélt, a Creedence-től kezdve, meg még soha a Black Knight-ist, vagy tehát a Deep Purple számok. Igen, persze, azok is komolyabb számokat is, tehát én keményebb számokat is játszottunk, Black Sabbath. Tehát az akkori divatnak, vagy a zenei divatnak megfelelően. És utána, hogy alakult a zenekar, természetesen más stílust is felvettünk. Na akkor ezért gyökerekhez, és bocsáss meg, hogy vagy csak később csatlakozol a beszélgetésbe, mert el kell indulni valahollal, ugye 0 km-nél szoktam volt mondani. Ha jól látom, és matekból gyenge voltam, de 1966? Nem a születési dátum, hanem az együttes alakulásra. Igen. Na, hogy történt ez? Hányan, minden volt ott? Ti még akkor, még te se voltál akkor. Még akkor is. Ott nem volt. De már megvolt. A alakulás az egész régi gyökerekhez vihető, mert mi Turkevén zeneiskolába jártunk az alapító Kun Lászlóval, Kun Lacival hegedű szakon voltunk, elvégeztük a zenei általánost Turkevén. Elég sokan voltunk akkor abban a időszakban osztálytársak, de hegedülni szinte mi ketten hegedültünk Lackóval, uh-huh. És hát ez valamikor a 60-as évek elején volt. Hány éves voltál? Ez könnyű kiszámolni, hogy 66. 66-ban? Hát én 49-es vagyok, akkor 16-17 éves uh-huh. voltam. Amikor alakult. Tehát Lackóval ilyen kötődésünk volt, hogy a zenével kapcsolatban, hogy hegedültünk uh-huh. együtt, és azután szétváltak az útjaink. Lackó tudom, hogy ide került Szolnokra a technikumba, ide járt, a Gépibariba, igen, uh-huh. és itt fogott gitárt, azt, amit Szolnokon először. Én meg Turkevén, és aztán hallottuk, hogy ő is gitározik, én is gitározok, mi lenne, ha. Aha. És ketten összeértek, és hát valóban, ahogy Lajos mondta, a
hallgattuk a rádiót, a Szabad Európa rádiót, és onnan szedegettük le a számokat. De bocsáss meg, két gitár az még kevés volt a örömzenélés, ez kellett mozni. Igen, igen, tehát a három gitár dob így álltunk föl legelőször. Ez a klasszikus Beatles, jól mondom? Igen, 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 és mi a Beatles vonal voltunk. Nem a Rolling, az egy kicsit a keményebb, mi a Beatles, mert szerettük énekelni, és kihallottuk a több szólamot. Kihallottátok már? Igen, igen, és inkább a Beatles felé. Azért a mai fiatalokkal vagy ma saját magam is kíváncsi vagyok. Azt mondják, hogy könnyű zenének tűnik, de valójában nem annyira. Tehát ti zenei füllel hogy szedtétek le, és hogyha tényleg meg kell határozni a nehézségi fokot, hogy miért voltak olyan nagyok a Beatlesek, utána persze ti, és hogy miért pont azt találtátok? Nagyon tiszta énekkel és tiszta akkordokkal játszottak. Tehát ez a torzító sem nagyon kellett, a tiszta zenei hangzás az szerintem az volt, azért volt a Beatles igen jó. Na ez rendben van, és majd utána kaptok szót, a zenei hallás, de ugye az angol fonetikust leszedni, mert ugye kották nem voltak, meg egyebek. Ez a zenét az persze kagyló után, igen. Tiszta hallás az ember megvan. Leírtátok, hogy igen, és pontos éve. Igen. Tehát így, és a hangukat is. Hát a szalagos magnón ismerős, dehogy ismerős. Hát nekem igen, várj, NC440. Igen. Nyilván, igen, vagy, de hát nektek attól talán fiatalabb lehetett. Ti hol voltatok? Milyen márkák voltak akkor magnóban? Grundig, Mambo. Ezek a hangjátszó eszközök voltak. Na, ami húzott, és én hát vérre menő vitáink voltak, minden héten próbánk volt, de utána, ahogy Lajos is jött. Szóval... Na, mikor jött a Lajos? Hányban jött? 1970-ben. 70, akkor négy évet ti el voltatok, az is már Resistán volt a neve? Igen. Persze, azzal alakult. És a mai napig van. Így vagy. Igen. És úgy bővült a billentyűvel. Tehát a négy gitár dobhoz jött egy billentyű. Aha. Az miért kellett? Azért, mert tesó volt, azt unatkozott otthon, és legyen egy billentyűs? Talán is. Igen. Nem, úgy összhangzásban azért már segít. Tömörebb az ára. Igen, tehát az, hogy másabb hangzás lett, tehát akkor már bejöttek olyan számok, ahol már eredetileg is volt benne billentyű, tehát ez a Beatles vonal egy kicsit még harmonikus, vagy hogy mondjam, lett ez. Terítette a hangzás. Így van, és akkor oda jöttem én be. Én 1970-ben, én 15 éves voltam akkor. Mit? 70-ben? Igen. Fú, de várjátok, azért egy családban két dudás ilyen jó zenészek? Te mivel? Nem, én zongorán kezdtem el, azért nekünk volt otthon egy zongoránk, és én délutánonként, mert a szüleim oda voltak iskolában, mert tanítottak mind a ketten, a Pistiék is iskolában, én a tanulás helyett mindig a zongora mellett ültem, és igazság szerint én ilyen autodidakta módon tanultam, meg jártam még zeneiskolába, de azt nem szerettem annyira. Tehát nem voltam olyan szorgalmas, de otthon viszont csináltam. És akkor ezt Pisti hallotta otthon, ő, hogy eljárt már zenélni, így a fellépésekre én is elmentem többre, de úgy még nézni, meg a próbákra főleg, ugyanúgy elengedtek, mert hát ott volt, aki vigyázzon rám. Tehát igen, persze. És akkor ott ültem, lestem, hogy mi van, és amikor bővítették ezt a hangszerrepertoárt, hogy így mondjam, lett egy billentyű, még az elején, Kullaci, tehát aki a főnökünk volt, alapítónk volt, meg a zenekarvezető, ő még billentyűzött is, vagy nyomkodtott az orgonát, akkor... hogyha kellett hangod hozzá, valami akkordokat lefogott, hogy még legyen, de hát közben gitározott, és mi kettő együtt nem ment. Uh-huh. És hát ő nyilván a gitárt jobban szerette, és akkor mondta, hogy akkor kellene valaki, és akkor Pisti mondta, hogy hát öcsém, ott van az nyomkodját, most meglátjuk, kipróbáljuk, hogy a kisgyerek mit tud, kész, és akkor én így kerültem oda. Még igen. Apa, anya tanított, addig a kisgyerek már nyomta. Igen, a kisgyerek nyomta, így van. Meg ami érdekesség még, hogy tehát amikor én elkezdtem zenélni, hát nyilvánvaló, hát akkor ott betanultam azokat a számokat, de hát az ember csak ideges, meg nem úgy, és akkor Lackó mondta, hogy énekeljek is, mondom, hogy hát én azt sem tudtam, de mondta, hogy hát ez úgy kell, hogy betette egy mikrofont, oda elében zsinolt le, és nem volt bekötve. Opa. És mondta, hogy minden számot énekeljek, hogy hát ha nekem is lesz olyan hangom, hogy majd tudok énekelni velük. Igen, mert akkor a vokálhoz akkor több hang kell, mert a basszusgitárosunk
Havancsány Gyuszi azzal mondta, hogy ő nem énekelt, tehát ő nem is énekelt. Dob mellett nehéz így volt énekelni, mert akkor azért még nem volt, ki, nem volt kihangosított dob. Tehát az, és akkor én ott a vak mikrofonban, hogy így mondjam, ott énekeltem, meg kiabáltam ott a nagy hangerőben. Elment az, hogy mit csinálok, és a végén az lett, hogy talán a 10 év után, vagy nem tudom mennyi ott volt, akkor már végén én énekeltem mindent, tehát ott utána én vettem át az énekes szerepet is. Hát, így van ez. Na figyeljetek, most még Bélának egy megszólalás legyen, mert közben vannak rengeteg fölvétel, de hát annyira jó, hát a ne 51-néhány évről beszélni. Te mikor keveredtél a zenekarhoz? Érdekes az én bekapcsolódásom ebbe a zenekarba, hiszen itt az elejéről beszéltünk, ennek van egy lecsengése vagy vége is, valamikor a 80-as években volt az utolsó hivatalos Rezisztán est Búcsú vagy buli. Buli. Nem csináltunk de éppen. Utána is minden évben, majd erről biztos lesz szó, minden év augusztus 20-án egy nosztalgia est van, szokott lenni, még a mai napig is nyilván most a járvány miatt tavaly kimaradt, de minden év tavaly javar, is volt. Tavaly. Hogy? Hát hogy felett volna, ahogy megcsináltuk. Igen. Szigorú szabály. Akkor volt a feloldás. Így van, igen. Mert volt tavaly ott a fiúiskola. Ja, igen. 19-ben. Látod, az öregeknek jobban memóriája. És úgy jöttem a képbe, hogy Kumlaci bácsi, ott a 90-es évek környékén, ugye nekem Laci bácsi volt. Hány éves veled, ő azért az alapító volt. Lackó 48-as. Lackó 48-as, tehát szinte velem egy éve volt. Aha. Tudta, hogy én is dobolgatok, ugyanis az nem hangzott el, hogy az édesapám is tagja volt ennek az együttesnek a 70-es években, egy-két évig. Dobolt, így van. És amikor, nagyon érdekes volt, mert amikor ő játszott, ugye én is elmentem egy-két bulira, meg láttam, hogy otthon dobolgat, abszolút nem mutattam érdeklődést olyan 12-3 évesen. És kérdezte, amikor ő azt mondta, hogy na akkor jó, abba hagyja, hogy na akkor én szeretném ezt, és akkor nem adja el a dobszerelést. Mondtam, hogy abszolút nem mutatok rá affinitást, mert akkor a foci volt a minden. És eladta a dobszerelést, rá egy olyan fél évre, egy évre, valahogy nem tudom, hogy jött az isteni sugallat, elkezdtem úgy a ritmus képleteket úgy ütögetni, meg a rádióba, tévébe hallottakat, és akkor ugye nem volt otthon dob, elkezdtem a kis puff székeket, meg nagymamám még padlásáról régi cintányért lekavartunk, kiporoltuk, és akkor elkezdtem ütögetni. És akkor elértünk egy olyan fázisra, amikor azt mondta, hogy na most már akkor fiam kellene egy dobfelszerelés. És na nézegessük a hirdetéseket, találtunk egy hirdetést Kisujj szálláson, na menjünk, nézzük meg. Aha. Oda megyünk, és ott apu mikor meglátja, hát azt mondja, ez az én dobszerelésem volt. Eladta valaki Turkevére, utána a Turkevé átadta Kisujj szállásra, tehát így forgott a dolog, és azt a dobot vettük utána vissza, és elkezdtem, tehát zenéiskolába jártam, stb. És a lényeg az, megvan. A mai napig megvan, nyilván már nem azon játszom, mert van más, meg vannak korszerűbbek, de emlékként mind a mai napig megvan ez a dobszerelés. És elkezdtem járni zeneiskolába, stb. Doboltam szorgalmasan, és valamikor a 90-es évek közepén szólt Laci bácsi, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyat, hogy két dob, tehát lenne ezen a nosztalgia koncerten nem csak egy dob lenne, hanem két felszerelés. És akkor mi lenne, hogyha én egy kicsit kisegítenék, és utána minden évben így augusztusban én is szerepet kaptam, míg 2000-től pedig a fiúkkal játszunk együtt, hiszen arról nem volt még szó, hogy utána elkezdtek ők vendéglátózni, és 2000 óta pedig együtt nyomjuk az ipart hétvégente. Nyugodtan mondhatjuk ezt Eftó triónak, vagy hogy? Így van, ugye, így van. Azzal a névvel. Ezzel a névvel. De megmaradt a rezisztánc, augusztus 20-ra összejöttünk, és utána meg ezt a... Hát gyerekek, hát te is azt mondtad, akkor én is nyugodtan mondhatom, itt jó társaságban vagyunk, és hál' Istennek mindenkinek olyan jó kis beszélőkéje van, de vannak nagyon jó zenék, sokat küldtél, nap kellene, van egy ilyen történet, egy pár kis klipet összeszedtünk, és időrendben majd azért megyünk, mert komoly zenészek is voltak nálatok az alapi. István? Igen, vele is játszottatok együtt, persze. De most elindulunk majd egyel, és majd utána mondjátok, hogy mit is láttunk. Jó.
szállam. Nehéz az ég, sötét a tájra, nap kellene már. Az ember szemét az álom, sötét az ég, sötét a tájom, nap kellene már. Hát nap kellene már. Hány éves szerzemény? 70-es évek közepén, 74-75-ben voltunk a ki mit tudom, most hát pontosan nem tudom, mikor teljesen eljutottunk az országos döntőig, igen. És ez az egyik saját számunk volt, amit vittünk magunkkal, illetve volt egy lassabb szám, a Vándor muzsikus. Azt vittük, kettő számot kellett, egy lassabbat, meg egy gyorsabbat vinni, tehát az akkor ez volt a kikötés. És akkor teljesen eljutottunk az országosig, már ott is a döntőig, ott a Color együttes nyerte meg, tehát az ütött ki bennünket végül is attól, hogy ott a televízió az első három között legyünk, mert ott így volt. Hú, de sajnálom, hogy arról, hát fölvételben valahol az 75 már azért volt fekete-fehér, vagy meg ki tudja, mikor hát ott ez a... Nem kaptatok ebből egy fölvételt? Valahogy ez az idő elvette. Nem, kimaradt, tehát az kimaradt. Az milyen felállás volt? 4-5 tagús volt akkor az együttes? 4 tagú volt. 5 akkor a 3 gitár, igen. Billentyű, dob. Tehát aha. Akkor így voltunk, igen. Volt, amikor többen voltunk, tehát a 70-es évek, 77 körül, akkor jöttek be ez a Middle of the Road, mert nem tudom milyen stílusok voltak még, ami még vokálisabb zenét kívánt, és akkor 2 női énekesünk is volt. Hú, tehát 7-en voltunk akkor. Ez volt szerintem a, hogy mondjam, Kullaci így mondta mindig, hogy ez volt az aranykor, tehát az a 3-4 év, amikor olyan helyeken léptünk fel ezzel a 7 tagú csapattal, hogy ilyen ifjúsági park megnyitó, Békésabb, a Debrecen, akkor Szolnok, speciál itt a... Emlékeztek itt rá az ifjú parkra? Hogyne, itt is. Jaj, de hülye kérdés. Meg még sokat jártunk, még ti jártatok előttől, ahogy jöttünk be az állomáson, milyen még szórakozó hely volt ott? Egy kerthelyisége volt neki. Tanul kollégáim majd, nekem tudnom kéne, de nagyon régi, mert én abban nem jár, nemre. Integrál sokat zenéltok. Így van, az majd meg fog jönni. Tanult kollégám most pont szabadságon van, már egyből mondta volna itt a stúdióban, de hát, hogyha ezt megtudjuk. Szóval ott is játszottatok sokat. Az nem vendéglátó, ott saját számokat, bitlist, meg akkordivatját. Akkordivatját, mindenféle fajta stílus, hogy így mondjuk. Na, a Colorról azért nem menjünk olyan messzire, hallod? Hát a Color a kedvencem. Hát azok azért a gyerekek, most, hogy így mondtátok, hát nem tudom, hogy ott milyen volt zsűri. Pontozott, vagy mit csinált? Pontozott, igen. Tehát pontozott a zsűri, illetve pontozás is volt, meg hát továbbjutás. Tehát ott mindig az volt, hogy na, ki jut tovább. Tehát teljes, teljes a... Mert ott három, tehát elődöntők voltak, ugyanúgy, mint most is a rendszerben. Igen. Ha jól emlékszem, 3 elődöntő volt, és akkor onnan mi tőlünk a Color ment tovább, a másik helyre, meg a generál. Úgy emlékszem, a régi generál. Még a régi. Révész is ott volt, azt hiszem az eredeti. Ott volt, igen. Rögtön. Hát ők mentek tovább, és a Color nyerte meg. A legvégén a Color nyerte. Igen, mert már 3 került már úgy a legvégén a döntőbe a televízió. Hát ilyen társaságban azért jó volt ott lenni, de meghozta azért a hírnevet, mint hogy mondtátok. Aki a képernyőn volt, az számított, utána hívtak benneteket. Igen, meg ami még számított ezzel, aki mit tuddal, nem, mert biztos, hogy ott jött ez, mert a Danubius Művelődési Házban voltak ezek, akkor még csinálva ezek a, így mondjuk a rosták vagy selejtezők, és olyan kapcsolat jött létre. Kullaci bácsi, aki volt akkor nálunk a kultúrigazgató, neki nagyon sokat köszönhettünk, hogy a zenekar hát fent maradt, szőtte neki köszönhetünk, hogy a zenekar fent maradt, illetve majd arról is kicsit lehet beszélünk, hogy milyen szerelésünk volt.
a Danubius művelődési ház igazgatójával valahogy ott összejött, és ő ezt nem tudom, és oda hívott fel bennünket zenélni Budapestre, tehát ezután, aki mit tud után, és ott például az akkor alakuló, hogy most ők P-mobil volt, már akkor, vagy a P-mobil nem tudom, vagy még előtte valami zenekar, de hogy velük együtt voltunk ott, kétszer is egymás után egy hónapon belül, vagy hogy voltunk, aha, és oda. Hát ott voltatok fel a közepébe akkor. Akkor igen, az. Kolor gyerekekkel, még egy történet oda, mert bocsánat, hogyha kevesebbet egy másik műsorban vagy. Remélem, nem mutatkozol, Béla. Az F-tól trió műsorban. Ezeket hallottad a történeteket már, vagy százszor? Keveset mondasz. Sejtette. És azt a történetet, hogy a Kolor milyen zongorával, billentyűvel, szintetizátorral jött oda, azt is. Mi felmentünk, tehát oda a saját hangszereket nyilván vinni kellett, vittük az orgonát, nekünk volt maga egy ilyen Ionica orgonán, két manuálos volt, de hát egy ilyen régi típusú orgona, de hát akkor még ez jónak számított. És akkor ők is jöttek, láttuk, hogy akkor pakolnak össze ott valamit, aha, ilyen billentyűs hangszert, és akkor mondják, hogy szintetizátor. Ezt azt nem is tudtuk megegyezni, hogy mi ez ők már azt mondták, hogy szintetizátor. Ők már azt mondták, igen, hogy szintetikus hangokat kiadó billentyűs hangszert, szintetizátor. Tehát ők már ezt mondták. És akkor ezt, amint csodálkoztunk, összerakták, és akkor mondták, hogy ők szerelték, vagy ők csinálták. Tehát saját gyártású, igen. Saját gyártású hangszer jöttek. Olyan hangok jöttek ki belőle, amit csak figyeltünk, hogy azt mondja, hogy mit tud ez. És tehát olyan, mint amit a szintetizátor is tud, olyan hangokkal jöttek. Tehát ők már akkor ott tartottak. Hát most tartsunk tovább, miért kérdés lenne. Petróleumlámpa. Öröttán az Omegával is majdnem egy idősek lehettek, de ezt majd utána megbeszéljük, miután lemegy ez a szám, hogy miért vettétek a repertoárra. Ez következik most. A gyerekek azért ennyi hölgykoszorúba játszani, hát figyelj, nem csak a zene szeretete, hát ugye annak idején nyugodtan lehet mondani, hogy a csajozás egyik alapismérve is volt, hogyha valaki zenélni akar. Sose. Akkor mi szerződtetek akkor a kóruson erre az egyszerűen? De az alapkérdés, és ott már valahol a fater dobolt ott fönt? Igen, ott hátul őt lehetett látni, édesapám dobolt, és ez volt az első alkalom, amikor én is pár szemereikbe kerültem ide ebbe a nosztalgia. Első fellépésem itt volt egy 3-4 szám erejéig, és utána Laci bácsi évről évre, utána már két dob volt ilyen alkalmakkor, és utána Laci bácsi mindig szólt nekem. Tehát ez volt az első alkalom, 16 évesen. Ez egy sportcsarnokos, milyen apropó lehetett ez? Ez is szintén augusztus 20-ai, tehát utána úgy jöhetett. Augusztus 20-án alakult, tehát legelső fellépésünk 64. augusztus 20. Turkeve, 66. Strand, 66. Turkeve strandfürdő, és ott volt az első fellépés. Hány nézőtök volt? Strandon azért mentetek oda, hogy ott teltház volt augusztus nyáron. Augusztus 20-án az még jó idő. Nagyon sok. Mennyit játszottatok? Másfél órát kellett akkor már tudni? Kellett. Még talán többet is játszottunk. Még többet is. Magyar számokat már voltak benne, vagy csak szintiszt akkor még a angol? Akkor még volt, sőt, akkor Edith is énekelt. Volt egy énekes hölgy, aki két számot énekelt, az valami magyar szám volt, nem, meg nem mondom a címét.
meg elég sok shadows, tehát gitáros számokat játszottunk akkor, shadows számokat. Oda azért virtuóznak kellett lenni. Nagyon, Lackó az, hát az nagyon, nagyon tudott. Tehát ő volt a szóló gitáros, Kun László. Azért Kun László, meg még egy Kun Lászlóról beszélünk, tehát igen, a művelődési ház igazgatója Kun László volt, és az ő fia volt Kun Lackó, uh-huh, aki alakította, vagy alapította a Rezisztánt. Én szólógitáros, ő volt Lackó a szólógitáros, tehát de a shadowsokat is tehát teljes fontossággal. És minden hang. Ő volt az, aki végig is vitte ezt a zenekart, 80-as évekig végig játszott, amíg a Rezisztán név megvolt és fennmaradt. Ez a sok fellépő, ez azért ilyen sok, mert volt, mindenki volt katona, akkor uh-huh, két évig katona. Akkor jött már valaki. Dobos, nem is tudom, mennyi dobosunk volt? Hányat használtunk el, hány dobos, meg dobos előtt? Sok, nagyon sok. A dobos az volt. Dobos az volt. Az volt a zenekar, meg a dobosok. Hát így szoktuk mondani, hogy hány tagú a zenekar, most kérdezik, mert most jelen pillanatban 4-en vagyunk. Hány tagú a zenekar, akkor mindig szoktam mondani, hogyha egy bulival beszélünk, mondom, 3 plusz a dobos. Tehát. Ja, így mondom. 3 plusz a dobos, ezt ki tudja. Igen, mert ő többet kér, mint a zenekar. Jó, bár ez a viccet már párszor én is elsütöttem, hogy a dobos a lelke a zenekarnak, mert hogyha nem jól jönnek az ütemek, akkor ki kell rúgni az egyértelmű, persze. Mindenki megerősíti ezt a játékot. Ez egyértelmű. Akárhogy tekerhet bárki gitáron minden, de azért a dob. És akkor hogy álltok Bélával, megállja helyét a csapatba? Meg, hát az anyag. Azért van majd ilyen régóta, azért na, megyünk tovább, megint jön. Jaj! Cseke Laci bácsi. Na, az egy nagy. Az egy külön történet. Mielőtt erről beszélünk, nézzük meg élőbe, Turkevén lehetett szerintem. Turkevén, az is szinte augusztus 20. Az is 20, hogy tudtátok oda cserkészni, mindjárt kiderül. De hát a non plus ultra Cseke Laci bácsi. Pontosan 40 esztendővel ezelőtt, 1960. augusztus végén, szeptember elején egy hanglemez felkerült az amerikai sikerista élére. Egy bizonyos Csabi Csekel, és a felvétel címe az volt Twist. Hát nem csak Laci bácsi, mellette volt ott egy ilyen rojdlábú gitáros is, de először a Laci bácsi hogy keveredett hozzátok? Laci bácsi úgy keveredett hozzánk, hogy a Törökszent Miloson elég sokat zenéltünk különböző rendezvényeken, és akkor felhívott Tar, Imi vagy Feri, a műfázas, és mondja nekem, hogy ilyen nosztalgia zenét játszunk-e még? Mondom, persze, hogy játszunk. Már azt mondja, kellene neki egy olyan, ahol csak nosztalgia zenét játszunk, tehát ezek a 60-as, 70-es évek slágereit, mert jön Cseke László, lesz egy díszvendége Cseke László, és hát nyilvánvaló oda most ne a legújabb valami, vendéglátós, aki talán na, a vendéglátós repertoár, Szabad Európa Rádiót. Igen. És akkor még össze is vagy, próbáltunk is sok számot feleleveníteni, tehát előszettünk, de mégis olyan repertoárra menjünk, és oda mentünk. És az öregnek annyira tetszett, már így mondom elnézést Laci bácsinak, annyira tetszett, hogy feljött a színpadra, ott csókolgatott már bennünket a vacsora után, már vagy éjfél fele, tehát már a hangulat emelkedett, és annyira megtetszett ez neki, hogy mondtuk, hogy egyszer elhívjuk oda hozzánk Torkevére. És így történt, hogy lehívtuk oda, és csinált egy ilyet. A Pali az minden évben jött hozzánk, kis Palit, amit mondtad, hogy látszik ott a felvételen, ő a
amikor az Illés együttes ketté vált. A gitárosról beszélünk. Igen, a gitárosról. Csabi Csekert nyomta. Amikor ketté vált az Illés zenekar, akkor ő Illés Lajossal maradt ott, ő volt az énekese, Pali. Illés Lajos nagy közben kikerült, ő is vendéglátózni kezdett ezután, és utána kikerült Németországba, de a kapcsolat vele megmaradt azóta is, és ő minden évben jön hozzánk, amikor meg tudjuk ezt szervezni, de legtöbbször jön, és akkor a színvonalat emelve ott zenél velünk. Hú, hát őt is látom, azért fiatalítja az zenem, mert hát persze, pláne a Csabi Csekker. Ő 48-as születésű, Pali. Ő 48-as? Ő 48-as születésű, Kullacival volt egy idős. A kapcsolat onnan volt vele meg, hogy Mezői Túron volt egy Kontiki nevű zenekar, az integrálások biztos tudják, a itteni integráltagok, hogy a Kontiki az is... Mondhatom így, hogy a Integrál, Kontiki, és illetve a Rezisztán megyében ez a három olyan zenekar volt a... Mezőtúriak akkor... voltak Kontik? Igen, igen, főiskolára jártak. De hogy mondtam, én nem hallottam, ők még vannak, léteznek? Nincs. Ahogy Pali onnan eljött már, akkor ő volt ott a frontember, hogy így mondjuk, és akkor ők már nincsenek. Arra gondoltam, hogy milyen jó lenne őket ide hívni, akkor ez a nagy háromos, a megyei Integrál, Kontiki, igen, meg... Igen, igen, ez mindig ez volt, hogy most ki... Zenés beszélgetés, engedjétek meg, hogy menjünk tovább megint. Hát egy nagy ikon játszik megint veletek, hogy ki ő, kiderül rögtön. Yeah.
Hát szemem szám el áll, halljátok, hát csupa világsztár már csak Mick Jagger hiányzik ide. Tehát Alapi Pisti, az hogy keveredett oda? Alapi Pisti úgy keveredett a képbe, hogy úgy került ekkor közénk, hogy már korábban is tudtunk róla, hogy az ő párja Túrkevei, uh-huh. és nagyon sokat járnak Túrkevei, nagyon szeretik a Túrkevei gyógyfürdőt. És én úgy emlékszem, hogy eredetileg volt egy strandbál is, uh-huh. és ott ők ott voltak, amikor mi éppen játszottunk, uh-huh. hallgatták, és beszállt egy-két számra. És már akkor? Már akkor. Nem hát ez valamikor a 2000-es évek közepe, 2010 uh-huh. környéke, és utána jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha, mivel úgyis sokat tartózkodnak Túrkevén, mi lenne, ha egy ilyen nosztalgia este is eljönne, és akkor ott egy ilyen külön kis műsorként ő is ebbe bekapcsolódna. De azóta is, tehát több alkalommal, hogyha éppen utcabálunk van, vagy olyan alkalommal, Böllér Fesztiválon is néhány évvel ezelőtt is ott volt, akkor egy-két szám erejéig. Nyilván ezeket az Edda számokat azt kötelezően játszani. És nemre meg ilyenkor bocsássatok meg a gatya, vagy a láb, vagy a kezedbe a dobverő, hogy hát azért, ahogy ő teker, ütemet ugyanúgy kell hoznod, vagy hogy van a zenészeknél? A profi zenésznél mindegy, hogy ki száll be, vagy hogy majdnem dobog a szív? Hát szóval kell tudni pontosan játszani, uh-huh. már pedig mi úgy érzem, hogy pontosan játszunk, és az csak segíti a színvonal, vagy emeli a színvonalat, hogyha egy ilyen profi szólós beszáll. De az alapok ugyanazok, amiket fogunk. Mert mondjuk egy ilyen bulin hakliba elmentek, akkor a kört játsszátok, éneklitek, igen, ugyanúgy abban a hangnemben, mint ahogy énekli a Patak Attila. Meg mindegy, tehát gyakorlatilag itt a hangnem nem számít. Tehát azt mondom mindig, hogy egy profi zenész, mint például a Pisti Alapi, könnyű kísérni. Úgy vezet bennünket, hogy... Egy mozdulat elég, hogy na most... Igen, elég, ha oda néz, tehát elég, ha ő oda lát, igen. Tudjuk, hogy mit figyeljük, és akkor egy mozdulattal oda figyelj, hogy most igen. Akkor még tovább szólózok, akkor jó szólózok. Ahogy kedve van, tehát nyilván, improvizáció. Ahogy kedve van, ahogy itt is, a felvétel is, hogyha ott hosszabban nézzük, látszik, hogy húzza a szólót sokáig, de mi is mondtuk, hogy menjen még. Ja, hát pláne meg a közönség. Örömzenek. És mi ebből a szempontból rugalmasak vagyunk, mert ugye a vendéglátóban is ez van, tehát nem mindig ugyanúgy játsszuk le a számokat hétvégentese lakodalomban. Tehát ahány alkalom annyiféleképpen, mert lehet, hogy tovább kell mondjuk a násznép miatt uh-huh. az adott számot játszani, vagy egy kicsit le kell rövidíteni, mert pörgetni kell. Uh-huh. Úgyhogy ebből a szempontból nem egy ilyen bebetonozott dolog ez. Most egy kis ördög azért kibújt belőlem, hogy a lakodalomról beszéltek, tehát amikor mondjuk hajnal 2 Menyasszonytánc című, és ott előjön, hát nem Isten káromlása, akkor azt kell játszani, és most nem mondom neveket, a mulatóst is nyomni kell. Pontosan, minden stílust. Azok egyébként, mert az olyan, én is majdnem így ledegradáltam, de azért megvannak ott is harmóniák, nyilván a szöveg amilyen, de így zenészfüllel, milyenek azok a mulatós zenék? Van, amiben van tehát, tucat, van csapnivaló, meg van amiben van jó. De van, amelyik minőség. Tehát olyan értelemben minőség, hogy van, ott is vannak azért olyanok, amik ki van dolgozva rendesen. Tehát erre gondoltam. Is, a stílus is. Tehát azért vannak ott is értékes dolgok. Hát amit a közönség visz, tehát, vagy vesz, nekünk azt kell játszani, hogyha uh-huh. ilyen helyen vagyunk. Tehát ezért is, mikor átmentünk a vendéglátóba, teljes más stílust kellett játszani. Utána ez is érdekes történt, hogy is mentünk mi a lakodalmazásba. Kullaci bácsi egyszer mondja nekem, akkor presszóba zenéltünk, tehát átmentünk vendéglátóba, ez a 80-as évek eleje. A vendéglátó helyen ott Túrkevén játszottunk, és akkor egyszer jön a Laci bácsi, hogy elvállaltam nektek egy lakodalmat. Ketten játszottunk a apukájával. Tudtatok nélkül. De akkor ketten játszottunk még a apukájával a vendéglátóba, a zongora, a dob, kész, ennyi volt. És azt mondja, elvállaltam nektek egy lakodalmat. Hát mondom, hogy? Vagy most mire fel, vagy mit vagy. És ott lesz a műfáj. Hát tudtok ti azt is, azt mondja, így az öreg. De mindig ilyen volt, hát tudjátok. Hát mondom, onnan tudnánk, hát Csárdás sose játszottunk meg ilyeneket. És akkor még én bementem, volt ott egy zongora, a zongorista ott a műfázba, egy idős bácsi, és az játszott ilyeneket. Na azoktól kérdeztem, hogy mégis hogy is vannak ezek, az egy nagyjából elmagyarázta. És akkor így kerültünk bele ebbe. Ez abban az időszakban volt, mikor még Lagzi Lajcsa, ez annyira emlékszem, utána aha. nem sok idővel jött oda Túrkevébe fellékni, ezzel a Van nekem egy csíkos gatyám című így van, az első, világslágerral. Igen. Tehát az a jött oda, tehát ő akkor indult ezzel a stílussal. És de megzabálták, megették ezt a stílust? Meg, és be is jött.
És ott már kötelező volt Lagzi Lacsit játszani. Ott már igen, tehát akkor már bejött ez a stílus, és minden, tehát onnantól kezdve kötelező. Tehát oda jönnek, és akkor mondják harmadik szám után, amikor már nem olyat, hogy valami mulatos, tehát akkor játszunk mulatos. Tehát gyakorlatilag így. Jól van, megint egy zene. Hát igen. Akkor most nem mulatozunk, hanem mambó rockozunk, hogyha minden mambo igaz, hogy ki lesz rajta, mindjárt kiderül. Föl-föl villantunk egy kis életképet, csak azért, mert akkora a történelem, hallod, hogy nem egy műsor, még öt műsor is kevés lenne, hogy megtöltsük. Egy pici nosztalgia, az akkori kor és a mai kor kihívásainak hangszerekben, technikában, hogy tudtátok követni? Pénztárcafüggő volt, amit kerestetek, áttettétek oda, egy zenész hogy cserélgeti a hangszereit? Ez a felszerelésről visszatérve megint a Danubius művelődési házba. Tehát Laci bácsi, akiről már is szólt, a kultúrház igazgató, az akkor ő vette, tehát a kultúrháznak volt felszerelése. És volt egy taktikája Laci bácsi, hogy minket mindenhova elküldött, minden versenyen, tehát voltak ilyen amatőr bízzenekarok a fesztivál versenyei, itt a megyébe és meg Békés megyébe, minden ilyenre el kellett nekünk menni, akármilyen kis verseny volt, tehát mint a három zenekar indult, akkor is mennünk kellett, azért, hogy legyen neki oklevele. És akkor abban az időben úgy volt ez, hogy a megyeinél osztották el ezeket a közművelődési pénzeket, vagy a művelődési házaknak mi jut felszerelésre, stb. És akkor Laci bácsi jó kapcsolat volt itt a megyeiekkel, és akkor feljött, és akkor elővette az oklevelet, és mondta, hogy hát nézzétek meg, a mi gyerekeink itt is nyertek, itt is nyertek, itt is nyertek, ötök és levél, akkor fellépésekre el kell, igen, és fellépésekre el kellett olyan helyre mennünk, például voltak ilyenek, hogy Csép a Cibakháza mezőhék, mesterszállás. Megvan. Ez minden évben ott volt, ez a négyes, egymás után mentünk, ilyen ünnepi, vagy húsvét, vagy valami, hogyha történt, tehát ilyen többnapos ünnep. Ezt a négyet egymás után lenyomtuk, és tehát Kuncsorba, tehát kisebb helyre is el kellett mennünk, akkor el kellett mennünk, arra nagyon emlékszem, még háborogtunk is egy kicsit ezen, de csak elmentünk Kuncsorbára, amikor hazajöttünk Debrecenből az ifjúsági park megnyitó, és utána Kuncsorban kellett, de most nem leértékelve ezzel senkit, vagy felértékelve, de el kellett, és elmentünk. És azt mondja, hogy ezzel tudta ő azt elérni, hogy olyan felszerelésünk legyen, amilyen, mert itt a megyén azt mondta, hogy nézzétek meg, de ezek a gyerekek felléptek itt, felléptek ott, felléptek ott, plusz egy nagyobb helyeken is, tehát kell a cucc, és akkor látták, hogy tényleg hát ezek hozzák itt a okleveleket, most mindegy, hogy honnan valahonnan hoztuk. Tehát kell visszatérni, tehát így menedzselt bennünket, hogy így mondjuk, és akkor amire visszatérek a szerelésre, hogy Budapest, Danubius, művelődés, az komoly cucc, felmegyünk, felvettük a hangszereket, jött a két technikus rác, aki volt nekünk, és ilyen banándugó, bedugó. Ródok. Ródok. Meg mi voltunk a ródok, tehát felvettük, és kérdezik tőlük, hogy felhozzuk a szerelést, mert itt van nálunk egy bérelt, vagy nízával, vagy barkasszal, vagy valamivel mentünk mindig. Tehát ez Laci bácsi intézte azt is. És ott voltak a cuccok, és mondják a srácok, a két technikus, a Danubius műfázasok, hogy nem kell, azt mondja, nem kell, van itt nekünk cucc, elég, azt mondja. De az egyik pakol azt mondja, de különben mitek van? Azt mondja, hogy énekre van százas léni oszlopunk, vagyis 200-as, vagy 200-as. Azt mondja, gyerek, micsoda? A léni, igen. Nem rossz, azt mondja. És azt mondja, basszusra van százas vox. Azt mondja, és szólógitár, azt mondja, szólógitára van léni, meg van egy mars alak is. Azt mondja, így megfordult, hogy annyira előttünk van, azt mondja, hát honnan jöttetek ti? Honnan jöttetek ti? Azt mondja, hát hozzátok fel. Na, mondom, jó kis húrtatok velünk, mondtuk a technikusra, hogy szipekedhetünk felfelem, ez valami emeleten volt az a nagy terem. Ott nem volt olyan cucc neki. Hoztuk fel. És akkor a gyerekek vagy azok is nézték, hogy
Igen. Honnan jöttem? Hát Laci bácsi, ez, de különben a felvételeken is, a régi képeken, amik vannak, aha, azokon is látszik ez, hogy már a 70-es években ilyen cuccunk volt. Húha. Hát régi képek vannak, én az órát mindig nézem, halljátok, és tényleg lett majd egy második rész, mert eljutottunk talán ide, a kapirgáltuk a felszínt, mert képekben most megmutatjuk, és azt mondtad, hogy itt legjobban összefoglalja, hogy kik igen voltak ott. És ez a szám még, amit majd itt hallani uh-huh fogunk, vagy azt majd mondjam, ez a Sose halok meg, ezt már akkor kezdtük el. A Pannonia együttes volt a 60-as évek végén Tórkevén. És ezt a számot játszották. Az elődöttök lehetett a 60-asban, vagy párhuzamosan? Nem, ez a Pannonia, ez egy nagy zenekar volt budapesti, tehát lehívták oda párhuzamosan velünk. Az nekem nincs meg Pannonia zenekar. Szilárdi, Béla, meg jó, nem tudom én. De valahogy, és akkor, bocsánat, beleszóltam, hogy akkor ez az ő számuk? Igen. Igen, ez az ő számuk, és az annyira tetszett az ottani közönségnek, hát nyilván egy kicsit már most modernizáltunk uh-huh rajta ezen a számon, tehát, de meg lehet keresni, tehát ugye a nagyja az megvan, de ez egy kicsit már modernebb változatban játszogatjuk azóta is, és azóta ezt a számot mindig játszuk. És ez annyira elterjedt, itt már a környező települést, a mezőt, hogy kisújjak, azt mondták, hogy igen, a Tórkevélyek himnuszát játszátok, a Rezisztán himnuszt játszátok. És ezt most is el kell játszani minden buliba. Gyerekek, minimum itt most le kell játszanunk, ez hány ezt perc egyébként, aztán három környékén. Ez három. Jó, ki fogjuk bírni, mert ez a ti életetek egy nagy része, úgyhogy jön most a Pannonia együttes himnusza, amit a Rezisztán magáinak van. Köztük lehetni, oly jó neked, barátok közt, minden olyan könnyű, és nagyszerű néked, ha szólni szeretnék. Sose halott le, soha-soha, sose feled le, soha-soha, örökké élet, mindig szeret. Sose halott meg. Oly jó nekem veled lenni, kedvem vidám nyomban, és örülnék mindig, ha együtt lehetnék. Oly jó nekem veled lenni, szívem olyan boldog, ez nagyszerű. Sose feled le, soha-soha, örökkék élet. Mindig szeretlek, sose halok meg. Annak helyet még a földön, sajnos ma is vannak, hol fegyver szól és dur. Hát hú, tényleg jó kis húzós, hallott 60-as években, ez egy ilyen slágergyanús, nagyon jó. Slágergyanús szerzemény volt, és azóta is. Uraim, van egy rossz, meg egy jó hírem. A jó hír, hogy én nagyon jól éreztem magam, a rossz, hogy sajnos Bécik keveset beszélt, meg István is, de tudom, hogy a kevieknél nagyon jó beszélők van, amikor a tesót behívom, egy mondatot kérdezek, és utána végem van. A Lajos volt. Na szóval, jövőkép. Mindenkitől van egy jó kis, jó pár másodperces, hogy tervezitek az elkövetkezendő 56 évet? Hú, hát bízunk benne, hogy ez a mostani karanténus, mert gyakorlatilag most egy éve már nem tudunk mit csinálni, majd egyszer megszűnik, és akkor utána megpróbáljuk ismét csinálni. Ezeket a Rezisztán találkozókat, mivel a közönség igényli, ezeket augusztus 20-án, amíg van lehetőségünk, meg energiánk, addig csináljuk. Ú, de jó. Látom, hogy jó bőrben, egészségben. Továbbra is szeretnénk zenélni. Ha esetleg nem olyan rendezvényekre kerül sor, ami talán egy nagyobb volumenű, hanem ilyen örömzene, akkor is mi együtt maradunk, biztos vagyok benne. Rezisztán volt, van, meg hát Bélára nézve. Reméljük, hogy lesz is minél tovább.
minél hamarabb játszhatunk. Tőlem sokszor meg szokták kérdezni fiatalok, hogy mi van akkor, hogyha ők egyszer úgy döntenek, hogy abba adják, és én csinálok-e még egy ilyen zenekart, mondtam, hogy nincs az az Isten. Mert azért 20 vagy 20 évet eltölteni az éjszakában, az nem egyszer. Én bízom abban, hogy minél hamarabb folytathatjuk, és amíg csak lehet csináljuk, de hogy én is majd ilyen idős koromban zenélni fogok-e még, azt nem tudom. Hát, srácok, mondom én nektek, nagyon jó volt veletek beszélgetni, hogyha lehet, még nyitunk majd egy következő oldalt, és ott megbeszéljük, ami ebből kimaradt, klippek, egyebek. Hogyha van időnk még, akkor búcsúzunk egy kis zenével, hogyha nem, akkor köszönöm a figyelmüket, legközelebb is találkozunk zenevoltattal. Remélem, hogy ilyen, és ez hasonló jó kis beszélgetésben lesz majd részük. Viszontlátásra! Mi is köszönjük szépen a meghívást, illetve jó szórakozást hozzá! Köszönjük! A folyó partján megszólal halkan egy gitár. Vándor